téged köszönhetünk itt a színpadon. Szia, hogy hívnak téged? Akkor Eri Kolosegún. És minek öltöztél? Mátyás király. És mindig igazságos vagy? Igen. Hát úgy is kell, hogy gyorsan fordulj, de hadd csodáljuk meg téged is. A hátadat mutasd lassabban, hogy a zsűri ne tudja olvasni a számot. Tökéletes. Tapsoljuk meg őt, és nagyon ügyes vagy. Mátyás király. Jaj, óvatosan, nehéz lesz felépni a lépcsőn. Ha már fel tud jönni, azt el le tud menni, az plusz pontot érdemes. Ez a zsűrinek mondom. Szia, téged hogy hívna? Brigitta. Minek öltöztél? Szivacsnak? Spongyabobna. Fordulj csak körbe, gyere segítek, hogy lenne pottyanya színpadról. Készültél egy verssel vagy énekkel? Híha, ezt most hogy oldjuk meg? Itt bedugjuk neked oldalt a mikrofon, ne menj el! Mindenkikét? Igen! Mindenkikét? Igen, és kapitány! Hangosabban! Igen, és kapitány! Ó, kirakik oda a szitvető és spongyabob, kocka, sárga színe és sütletetés, spongyabob, nagy rák, kárhagyod meg ő csak szabad is, spongyabob, kocka, életelmet csak is a vés, spongyabob, nagy rák, ki ő? Kocka, nagy rák, kocka, nagy rák, spongyabob, kocka, nagy rák. Nagyon ügyes vagy! Gyere, spongyabob, kocka, nadrág, erre óvatosan, majd kérünk itt egy kis segítséget a lemenedelnél. Néha. Nagyon csinos vagy, hogy hívnak téged? Sofi.